Fekete ruha, ugyanilyen színű kalap, és még a maszkjuk is fekete a kéményseprőknek. A kefe se hiányozhat a kezükből, így tették tiszteletüket az év első munkanapján a megyeházán, ahogy az minden évben lenni szokott. Bukkantak a pezsgők, régi hagyomány, hogy közös kocintással indítják az évet, és a vezetőkön keresztül kívánnak a kéményseprők boldog és szerencsében gazdag új évet a lakosságnak. A kéményseprők a babona szerint szerencsét hoznak. Ezek a babonák az alapján indultak, hogy régen volt, hogy megyénként egy kéményseprő jutott csak egy megyére, és ritkán találkoztak lakosok kéményseprővel, ezért amikor találkoztak, ezért be is invitálták őket egy kéményseprésre, esetleg a kazán átvizsgálására, ezért szerencsét hozhattak nekik, hogy nem égett le a házuk. Jelenleg nagyjából 30-40 kéményseprő jut egy megyére, a jó viszony pedig máig megmaradt a lakossággal. Babona, ide vagy oda, azt azért a köszöntésen is hangsúlyozták, mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, azért meg kell dolgozni. Ahhoz, hogy a szerencse elérjen bennünket, nekünk is aktívnak kell lennünk, legalább a kabátunk gombaját meg kell fognunk, ha kéményseprővel találkozunk. Úgyhogy az, hogy jobb legyen a 22-es év, az volt okoznunk kell. Nagyon fontos döntések előtt állunk, közösségi döntések előtt, egy országgyűlési választás előtt állunk, ami sorsdöntő lesz valóban nagyon sok szempontból, nem csak Magyarország, hanem akár Európa szempontjából is. A pezsgők a városházán is bekészítve várták a kéményseprőket. Nyíregyháza vezetőivel is minden év elején együtt kocintanak. A szerencse mindenhez kell, de azt szoktam mondani, hogy a szerencsét ki is kell érdemelni. Mi ezért megteszünk mindent, de nagyon szép, kedves hagyomány, hogy a kéményseprőkkel indítjuk az évet minden évben, mert azért valójában szerencsére is szükségünk van. Azt kívánom, hogy mindenkinek boldog, sikeres és szerencsés éve is legyen Nyíregyháza. A megyeszékhely vezetése hagyományosan a sajtó és média képviselőit is köszöntötte új év alkalmából, akinek ajándékkal is kedveskedtek. A velük folytatott rövid beszélgetés során a polgármester elmondta, zajlik az idei költségvetés kidolgozása, amelyet várhatóan január végén, február elején fogadhatnak el.